Tamási galériában Kalotás Zolt ajánlotta Pálmenni Bükki Klára fotóit az érdeklődők figyelmébe. Néhány évvel ezelőtt nem csak időtöltés lett, és szórakozás lett, pihenés lett, hanem az egész életét kitöltő, mondhatnám azt, hogy hobbi, de ez már annál van bele több. Ezek a képek, amiket itt láthatunk, alapvetően nem a világ túlsó végén készültek, mert be kell látnunk azt, hogy körülöttünk is rengeteg apró és nagyobb szépség található, csak észre kell őket venni és meg kell örökíteni. A fotóshoz mindig is közel állt a természet, különösen a vízpart vonzotta őt, amit a természetfotói is tükröznek. Igazából két komoly helyszín van, Tolna és Fad, ahol volant dögöl, de mind a kettő Duna holták. Mostanában már inkább célirányosan indulok el, de a kezdet-kezdetén mindig nálam volt a gép, és amit megláttam, azt megpróbáltam megörökíteni. Amellett, hogy szabad idejét szívesen tölti a vízparton, persze fényképezőgépekkel felszerelve, előszeretettel kémleli a fák lombozatát, és bizony, mire a kijelzőn azt a pillanatot látja viszont, amit meg szeretne örökíteni, küdelemre és kitartásra is szüksége van. Elkészül a fotó, akkor az ember hazamegy, feltölti a gépre, megnézi, akkor kiderül, hogy életlen, bőmozdult, és akkor újra vissza kell menni, meg kell próbálni megkeresni, vagy nem jók a fények. És akkor meg kell próbálni más módon megközelíteni, hogyha egy adott témát szeretnék. Hát elég hosszadalmas. Utána még akkor ki is kell dolgozni. Fekete harkályok a kedvenc madaraim, és amikor költenek, akkor nagyon szeretem őket megfigyelni, hogy hogyan hordják a szülők a kicsiknek az élelmet. És amikor már elég nagyok, akkor már kukucskálnak, és ha sikerül, ha jók a fények, akkor sikerül róluk jó képet. Bár elég magasan vannak, úgyhogy ez elég nyaktörő mutatvány. Annak ellenére, hogy már fiatalkora óta fontos helyet foglal az életében a természet és az ott látottak megörökítése, komolyabban csak nemrégiben kezdett el foglalkozni a fényképezéssel. 2007-ben kezdtem el komolyabban fotózni. Előtte is fényképeztem sokat, de akkor egy komolyabb krízis helyzet volt az életemben, és a fiam, aki grafikus, ő javasolt, hogy anya, akkor kezdj el komolyan fotózni. Ez tényleg jó volt, kihúzott a mélyből. Két korábbi kiállítás anyagából válogattam most, mert ugye itt a másikban még nem látták a képeimet, és igyekeztem vízhez közeli dolgokat hozni. A jó képhez sok mindennek kell együtt állnia, de nem feltétlen a fényképész kezében lévő technika határozza meg, hogy a megörökített pillanat mennyire lesz művészi. Telefonnal is lehet egészen kiváló fotót készíteni. Látásmódtól függ inkább, tehát észre kell venni a szépet, a jót. Meg kell látni, meg kell próbálni jól megkomponálni, mert az is fontos azért. Tehát nem a technika, fontos az is egy idő után nyilván, de tehát alapvetően a jó kép az azért van, mert észreveszi valaki. A család és a barátok folyamatosan bizonygatták, hogy a megkezdett úton haladjon tovább és ne tegye le a fényképezőgépet. A Tamási Galériában is látható hattyús képével már máshol is találkozhattak a természetfotózás kedvelői. Ezzel a National Geographic-on a 2012-ben a hónap legjobb fotója címet nyertem. Ez azért volt érdekes, mert a főszerkesztő felhívott telefonon, és megkérdezte, hogy hogy lehet az, hogy májusban havazok. És akkor mondtam, hogy hát ez a nyárfaszősz, amit olyan nagyon utálunk, de reggel, amikor tükör sima a víz, akkor még nagyon szépek, és a hattyú, ahogy ellenfénybe úszott, ott keletkezett egy gyönyörű ezüstös csík. Na, szóval ez a kép, pedig az még egy egyszerű kis kompaktgéppel készült. Tehát ezzel utalnék is az előző kérdésre, hogy nem feltétlenül a technika, hanem azt, hogy észre kell venni. Nagyon sok pályázatra küldtem már be képeket, és mindig meglepődtem, hogy nem azokat válogatták be, amit én igazán jónak gondoltam. Pálmenni Bükki Klárának nagy vágya, hogy végigjárja az összes nemzeti parkot, de amíg ezekre a fotókra várunk, addig is a Tolnai Hold-Dunában elkapott pillanatokat tekinthetjük meg Tamásiban november 7-éig.